Itt a Művészetek Házában nyílt meg november 23-án Bihari Pul Levente festőművész kiállítása. Bihari Pul Levente 1977-ben kezdett el festeni. Akkoriban még bankban dolgozott, de már ott is inkább a festészet felé húzott a szíve. 1977-ben a siófoki OTP-nél dolgoztam, mint építésügyi előadónak képződő valaki, de én nem szerettem sehol se dolgozni, hanem inkább festeni. De nagyapám meg a szüleim inkább azon voltak, hogy a fiúk csak inkább valami szakmát tanuljon, vagy legyen rendes munkahelye, nehogy ne fessen, mert abból nem lehet megélni. De nagyapám mindig figyelte a sorsomat háttérből, és behelyezett mindenféle hivatalokba, és éppen akkor az OTP-hez. Egy hónap után a kollégám betegszabadságra került, mert hogy megbetegedett, és emlékezetből lerajzoltam az orcáját, és behelyeztem az asztalfiókjába a rajzot, és amikor meggyógyult, jött dolgozni, reggel kihúzta a fiókot, meglátta a portrét, nekem szegezte a kérdést, hogy Levi, miért nem mész el festőnek? És másnap bementem a főnökömhöz, és kikértem a munkakönyvemet, mert akkor még volt ilyen is, és elmentem festőnek. Így kezdődött tehát a művészeti pályája. Saját bevallása szerint őt nem lehet stílusokba beskatujázni, fontosnak tartja, hogy a szakmai alapokat meg kell tanulni egy festőnek, de az, hogy éppen mit és milyen stílusban fest, azt már az ihlet határozza meg. Látvány meg a festészet terén. Azt szoktam mondani, hogy a festészetem mesterség és ihlet, ami azt jelenti, hogy a mesterség ugye alap. Hát akárki akármit mond, nem érdekel, akadémia meg egyebek, tehát meg kell tanulni a szakmát. Tehát, hogy itt legyen a kisújban. A ihlet az pedig az, ami ér, az az inspiráció, bármi legyen, az egy belső élmény, vagy a környezetemből, és ezeket vetítem ki, fejezem ki a festészet nyelvén. Tehát ezért van az, hogy a festészetem nagyon változatos, tehát ezernyi témát dolgozok fel, ugyanakkor ezernyi hordozóra is. Tehát nem csak vászonra festek, mert mindig csak a vászon, de úgyis nem is szeretem a vásznat. Nagyon nehéz vele bánni, de hímes tojással úgy kell. Festek bőrre, kőre, pára, fémre, mindenre. Ahogy a téma kívánja, mondjuk egy impressionista témát, vagy egy flott témát, azt általában vásznon szoktam, a textúrája miatt, mert a vászon ugye nem olyan sima. Kidolgozott, nagyon kidolgozott képeket fatáblára festek, vagy fémre, rézre például. De például megfestettem a macskánkat, egy nagyon kedves kis kandúr volt, az bőrre festettem meg. Bihari Pul Levente kezdetben 10 éven át megrendelésre festett, majd 1990-ben társaival megalapította a Messenger művészeti alkotóközösséget. Több mint 100 egyéni és csoportos tárlata volt itthon és külföldön egyaránt. Amint a képeken is látják, témái igen változatosak. Például a úgynevezett Levintgard képeimen, ami az én nevemből képződött stílus, mondjuk ezt lehet mondani, hogy ez a saját stílusom, itt fel vannak dolgozva tájmotívumok, csendéletmotívumok, de ugyanakkor vannak rajta ragasztások, applikációk, akkor akár van, ahol át van vágva a kép, a keret csak félig takarja, vagy félig keretezi. Hát nagyon változatosan adom. Hát rengeteg képet festettem én megrendelésre, most is előfordul. 10 évig például az Artexnek dolgoztam, oda csak megrendelésre festettem. Az mondjuk kihúzott annak idején a csávából, mert amikor 77-ben bejelentettem ezt a horderejű, nagy horderejű és korszakalkotó mondatot a főnöknek, hogy én festőművész leszek, el meg festőnek 3 évig, igen nehéz sorsom volt. Tyúklopástól kezdve mindenféle, mert nagy szegénységben éltünk, anyám családi pótlékából éltünk 3-an, illetve 4-en anyámmal együtt a 3 gyermekek. De az Artexhez, hogy oda kerültem, ott egyből második festményemet már megvették, és amerikai megrendeléseket kaptam meg Japánban, mindenfelé. 10 évig dolgoztam oda. Azután is, na most itt az Artexnél meg volt határozva, hogy mit kérnek, milyen témákat. Ez elég unalmas volt, és nem is szerettem csinálni. De az, amit én igazán akartam, az nem kellett. A szürreális képek, meg ezek a komoly tájképek. 90-től alapítottunk egy alkotóközösséget, meg hát volt egy tanítványom, és tulajdonképpen attól számítom, amikor elkezdtem saját témáimat festeni.
Bihari Pul Leventének sikerült a festészet iránti szeretetét továbbadnia, hiszen lánya már 10 éves kora óta fest. 10 éves volt még, 10 éves gyermek, az negyedikes lehet körülbelül. És nyár volt épp Siófokon, ott laktunk, és Ausztráliából voltak, akik Magyarországról kerültek ki, és balatoni képet akartak vásárolni, és valaki elhozta őket hozzá. Tudta, hogy van ott műtermem, de nem volt balatoni festményem. A lányomnak volt egy kis képeslap nagyságú félkész balatoni festménye, és megvették. 10 éves kislány ott futkározott az utcán, többi barátaival játszott, és vittem neki ki a pénzt, mondom, Addikám, fessél, megvették a festményedet, és ő is elkezdett festeni. A kiállítást Kimmelné Sziva Mária alpolgármester asszony nyitotta meg, aki bemutatta a festőt, majd Csétóth János művészeti író beszélt magukról a képekről, a stílusokról és a témákról. A kiállítás évvégéig még megtekinthető Vörösváron a Művészetek Háza aulájában.